Jó estét kívánok, kedves nézőink! Témánk továbbra is az autólopás, ami létező és igen komoly károkat okozó jelenség. Tapasztalatok alapján nemhogy csökkenne, hanem emelkedik a sikeres gépjárműlopások száma, ami napi rendszerességgel tartja félelemben a gépjármű tulajdonosok többségét. Igen, a többségét. Mert sokan vannak olyan autótulajdonosok, akik sajnos vagy semmit sem tesznek annak érdekében, hogy gépjárművük megmaradjon, vagy csak látszat megoldásokat, illetve fél megoldásokat alkalmaznak. Értelmetlenül. A mai műsorunkban többek között azt is vizsgáljuk, hogy hogyan alakul a gépjárműlopás területi elosztása, és melyek az átlagosnál is kedveltebb gépkocsi márkák. Mert az már nem létezik, hogy ezt, vagy azt a márkát, vagy évjáratot kihagynák a listájukból a tolvajok. Ne felejtsük el! A gépkocsi tolvajok minden esetben megrendelésre, a megrendelő igényeinek megfelelően lopnak. Kereslet pedig bőven van fiatal és öreg autóra egyaránt. Meghívott vendégem Vezda László, a NAKA elnöke. Jó estét kívánok, szervusz László, üdvözöllek itt a stúdióban. Jó estét. Első kérdésem az lenne hozzád, hogy a televízió nézőket tájékoztassuk arról, hogy mit is takar a NAKE kifejezés. NAKE ugye a Nemzetközi Autóvadász Közhasznú Egyesület, amely már több mint 2 éve alakult. Weboldalunk a www.autovadász.hu, így ahogy mondom ékezetekkel, vagy a www.autovadász.eu, és ez a két weboldal cím ez azért fontos, mert akinek ellopták a gépjárművét, az a weboldalunkon bejelentheti, és mi többek között például a Facebook oldalunkra is kirakjuk, amit már 3800-an látnak, de ugye a NAKE-nek nem csak ez a dolga. A autóvadászok munkáját is igyekszünk koordinálni, összehangolni, de nagyon sok új terület felé nyitunk. Például a legfrissebb, hogy tegnap kaptam megkeresést egy biztonságtechnikai cégtől, hogy a hozzánk érkező bejelentéseket ők az adatbázisukra felraknák, és azok a bevásárlóközpontok, amelyeket ők őriznek, és amelyekre ők vigyáznak, azoknak a kamerás rendszereire telepítenék a mi bejelentéseinket, és ezáltal, hogyha egy lopott gépjármű halad a bevásárlóközpont kamerás rendszere előtt, akkor az ugye jelezni a biztonsági öröknek azt, hogy egy lopott gépjármű ment el, és hogy értesítsék a rendőrséget. Ugye az autóvadászok lopott gépjárműveket keresnek kamerás rendszereik segítségével, ez kétfajta módon történik, vagy lakótelepek, közutak mellett közlekednek a gépjárműveikkel, és a kamerás rendszereikkel ellenőrzik az álló gépjárműveket, vagy pedig ők állnak a gépjárművel, és a haladó gépjárműveket ellenőrzik, és a problémás gépjárműveket, melyekkel problémát jelez a rendszer, azokat intézkedő rendőrök vonják ellenőrzés alá, akik általában egy 5-600 méterrel arrébb állnak, mint ahol a kamerás ellenőrző gépjármű van. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy nem csak ellopott autóknak a bejelentését tudjátok biztosítani a televízió nézők vagy az autótulajdonosok számára, hanem ugye használtad azt a szót, hogy problémás gépjárműveket is vizsgál a rendszer. Igen. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy lejárt forgalmi biztosítás nélkül, kivont gépjármű gyakorlatilag már nem lehet a forgalomban. Mennyire most nagyjából csak az autólopással kapcsolatos témakört szeretném érinteni a tevékenységeteket illetően? Mennyire gyakoriak azok a bejelentések, amik hozzátok érkeznek, havonta, hetente, naponta, esetleg óránként kaptok-e bejelentéseket arra vonatkozóan, hogy XY helyen XY autó eltűnt? Jelenleg napi 3-4 bejelentés érkezik a autovadász.hu weboldalra, hogy ellopták valakinek a gépjárművét. Tudomásom szerint országosan naponta, így kicsit tághatárt adok meg, 10 és 16 között van az autólopások száma országos területen. Ezeknek a bejelentéseknek gyakorlatilag hogy zajlik le a menete? Fölhív a károsult, és azt mondja, jó napot kívánok, szeretném bejelenteni, hogy a gépjárművem eltűnt. Többek között a Facebook oldalnak köszönhetően is, és az internetes keresőknek is nagyon sokan megtudják, anélkül is, hogy fölhívnának bárkit is, hogy létezik egy ilyen ingyenes lehetőség. Tehát ingyenesen lehet bejelenteni nálunk az autót, és mi ingyenesen is tesszük ki, és ingyenesen is keressük. Természetesen az Egyesületet lehet támogatni, hiszen valamiből nekünk is élni kell, de amúgy minden lehetőség ingyenes. Nagyon sokan már csak azzal, hogy beütik a internetes keresőbe, hogy autólopás, vagy ellopták az autómat, rögtön kidobja a mi weboldalunk címét is a kereső. Ugyanakkor nagyon sok helyen ajánlják is egymásnak a károsultak,
hogy javasolják, pontosabban fogalmazva, hogy ide is küldjék el már az autó adatait minél hamarabb, hogy mi minél hamarabb tudjuk értesíteni az összes többi embert, aki például a Facebookot nézi, és hogy az autóvadászokhoz is minél hamarabb eljusson ez az információ. Mióta foglalkoztak ebből a tevékenységgel? Ezzel a kamerás tevékenységgel. Mármint tehát, magával hogy... az autó, ellopott autók bejelentésével. Az ellopott autók bejelentésével a Autóvadász Egyesület megalakulása óta, tehát több mint 2 éve foglalkozunk. Egyébként ezzel a kamerás gépjárműkeresés rendszer használatával már több mint 12 éve. Ugye említetted ezt a bizonyos közösségi oldalt is. Ezen a bizonyos közösségi oldalon megtalálhatóak vagytok, és úgy gondolom, hogy itt, mint a vírus, úgy terjednek az információk, akármilyen témával kapcsolatosan. Az autólopás ez egy örök téma. Meglátásom szerint, hogy amióta autógyártás, illetve autókereskedelem és az autókkal való közlekedési forma létezik, ez a fényes oldal, van egy árnyoldal, a bűnözési oldal, amikor is mások autóit illetéktelenül akarják olyan emberek elvenni, akik úgy gondolják, hogy ez nekik jó lesz, akármilyen okból kifolyólag, most ezt nem vizsgáljuk. Ez a közösségi oldal számottevően befúrta magát az embereknek az életébe, és én azon gondolkodom el, hogy ti 2 éve foglalkoztok avval a telefonálási lehetőség, hogy jó napot kívánok, beszeretnék jelenteni egy bűncselekményt, és az embereknek nem jut az eszükbe adott esetben, hogy ez bármikor ővel is megtörténhet. Tehát amikor megnézi ezt a közösségi oldalt és ezt a megosztást, ugye el fog gondolkodni az, hogy a Józsinak ellopták az autóját. Mi a tapasztalatotok avval kapcsolatosan, hogy az emberek gyakorlatilag az egymás közötti kommunikáció ezen a közösségi oldalon mutat olyat, hogy igen, jó példa számomra, nem szeretnék így járni, elmegyek és veszek majd valamit a gépjárművemben, mert ez elgondolkodható, vagy egyszerűen csak elolvassák, egy egyszerű hírként kezelik, és onnantól kezdve az élet megy a további menetrend szerint. A megszokott vágásban semmi változtatással. Vannak pozitív példák, egyébként maga a közösségi oldalon ez a lehetőség, ez év február 15-ével indult. A autóvadász weboldalra lehet bejelenteni ugye ezeket a lopott autókat, de maga az, hogy ezt megosztjuk, ezeket a dolgokat, ez év februárjában indult. A pozitív példa az az, hogy sokan osztják meg ezeket a bejelentéseket. Tehát sokan gondolják azt, hogy fontos megosztani, és a szintén pozitív példa az, hogy a autóvadász.hu weboldalnak van egy olyan lehetősége, hogy gyanús autót jelentsenek be. Tehát, hogyha valaki megy az utcán, és lát egy autót, ami számára úgy gondolja, hogy ez lopott lehet, vagy valamiért körözhetik, az nálunk bejelenti, és mi leellenőrizzük a gépjárművet. És nagyon sok bejelentés érkezik, tehát nagyon sokan figyelnek, nagyon sokan járnak nyitott szemmel, és nagyon sokan keresik azokat a lehetőségeket, hogy valami jót tegyenek a közért azáltal, hogy például bejelentik ezt az autót, és talán ez az autó lopott, és akkor valakinek ez a kocsi visszakerül a tulajdonába. Ugyanakkor a negatív példa az az, hogy pozitív ugyan, hogy sokan osztják meg a bejelentéseket, de például azt látom, hogy így fogok fogalmazni, ostobábbnál ostobább hülyeségeket, azt viszont hatványozottan többen tudják megosztani, tehát azokat a dolgokat, amik igazán hasznosak lennének, bár sokan megosztják, de a haszontalan dolgokat, a hülyeségeket, azokat viszont végtelen számú ember osztja meg egymás között, és végtelen számú ember között terjed el. Hát én azt szeretném, hogyha a mi bejelentéseink is, lopott autókról szóló bejelentéseink is ilyen végtelen számban terjednének, ugyanis február óta már 2 lopott autó került meg úgy, hogy az emberek megosztották egymás között a bejelentéseket, és az egyik Nissan terepjárót, az például valaki látta az egyik budapesti utcán parkolni, le volt téve az autó, így került elő. A másik fekete Seat esetében is hasonló volt a történet, ott is az egyik bejelentést olvasó személy látta az autót és szólt nekünk, hogy megvan ez a kocsi. Hogy gondolod, mennyire veszik komolyan a ti tevékenységeteket az autó tulajdonosok? Mennyire érzik azt, hogy ti azért hoztátok létre a NAKE szervezetet, hogy tényleg a közért tudjatok tenni olyan pozitív dolgokat, ami által megelőzhetőek a bűncselekmények, hiszen úgy gondolom, hogy a ti tevékenységetek tökéletesen beillik abba a kategóriába, hogy ne legyen áldozat. Igen. Ezért is ülünk itt. De mi a tapasztalatotok, hogy az emberek ezt komolyan veszik,
Tehát amióta 2 év óta megkapjátok a beérkező telefonhívásokat, csökkenő, napi szintre lebontva, vagy heti, havi szintre lebontva csökkenő, vagy növekvő, vagy stagnáló tendenciát mutat a bejelentett autólopásoknak a száma, amit titeket érint? A telefonhívásokat pontosítom online bejelentésekre. Mindig azt mondom, hogy a weboldalunknak van egy állandó nézettsége. És ez viszont negatív tendencia lesz, amit fogok mondani, mert általában azok találnak meg, és az állandó nézője a weboldalnak, akinek ellopták az autóját. Sajnos ez sem kis szám. És azért tudom mindig azt mondani, hogy van egy állandó nézettségünk, mert ugye állandóan kapunk bejelentéseket, állandóan megkeresnek minket a károsultak. Ugyanakkor 1-2 olyan megszállott ember van, aki úgy gondolja, hogy neki akkor is fontos az a gépjármű lopásokkal foglalkozni, vagy a saját kocsijára jobban odafigyelni, akinek még nem lopták el az autóját. Tehát a látogatóink között, az autovadász.eu weboldal látogatói között kevés az olyan személy tapasztalatom szerint, aki érdeklődés céljából keresné fel az oldalt, inkább károsult. A Facebook oldalnál az a pozitívabb tapasztalatom, hogy a Facebook oldalon viszont tényleg nagyon sokan vannak, akik azért érdeklődnek ebbe a témakörbe, mert nem ellopták az autójukat, hanem csak szeretnének valami hasznosat tenni, azáltal, hogy megosztják például a bejelentést, hát hogyha ezzel hozzá tudnak járulni valahogy a közjóhoz. Nektek vagy neked személyesen mi a tapasztalatod, mi a tapasztalatotok avval kapcsolatosan, hogy az embereknek a hozzáállása elmozdult-e abból a nagyon téves és nagyon rossz demagóg elképzelésből, lophatatlan autó nincs, el akarják lopni, úgyis el fogják lopni a gépjárművemet, úgysem tudok mit tenni. Tehát az emberek egy kicsit kezdenek talán egy tudatmódosító gondolkodást felvenni az elmúlt 20 éves begyepesedett és borzasztó negatív gondolkodásra szemben? Két részre tudom osztani ezt a kérdést. Részint van az anyagilag tehetősebb réteg, aki úgy gondolja, hogy igenis ő költeni fog arra, hogy az ő gépjárműve ne tűnjön el, mert igenis vannak megoldások arra, hogy a gépjárművet ne lopják el, illetve nagyon sokat fog megtenni annak érdekében, hogy ne tűnjön el a gépjárműve, és van a középkategóriás és kiskategóriás gépjárműveket üzemeltető tulajdonosok köre, akik között nagyon él még ez a gondolkodásmód, tapasztalatom szerint, hogy ha el akarják lopni, akkor úgy is ellopják. Ugyanakkor nagyon anyagi hátterük sincs azon kívül, hogy megveszik a gépjárművet arra, hogy akár bármilyen jobb biztonsági rendszert szereltessenek a gépjárműbe. Általában ez a bevásárlóközpontban vásárolt kormányzárnál és a rejtett kapcsolónál szokott kimerülni. Sajnálatosan tapasztalom azt, hogy nagyon sokan építenek a gyári biztonsági rendszerekre, persze ezek is fontosak és hasznosak, de ennél többet azért sem költenek az autó védelmi rendszerére, mert örülnek, hogyha kifizetik a havi részletet, a havi törlesztőt, vagy éppen kifizetik a gépjárműnek a negyedéves kötelező biztosítását. Sokan túlvállalták magukat szerintem az utóbbi 7-8 évben gépjárművásárlások terén, és sokan túl sokat költenek havi szinten egy-egy autóra. Ugyanakkor az is tény, hogy manapság az autó sokszor munkaeszköz, tehát nélkülözhetetlen eszköz. És bocsánat, hogy még tudom, hogy kérdezne, de még annyit szeretnék mondani, hogy ha ellopnak egy autót, kis vagy középkategóriás gépjárművet, az a negatív tapasztalatom is van, hogy családi csődökhöz vezet egy-egy autólopás. Nagyon sok esetben nem csak a munkaeszköz tűnik el, hanem a havi részletet tovább kell fizetni. Ha a banknak bejelentik, hogy ellopták az autót, akkor viszont egybe ki kell fizetni az autót, ezt nem tudják kifizetni, jön a végrehajtó végrehajtani. Tehát rettentően borzasztó tragédiákkal találkozunk, családi tragédiákkal, egy-egy autólopással kapcsolatban.
Meggyőződésem, hogy minden a fejben történik, minden a fejben dől el. Tehát ha valaki valamit cselekszik, annak az előzménye az, hogy van egy elgondolás, a gondolatmenete, és a gondolatmenetéből fakadva majd megvalósítja, és ez materiálisan meg is mutatkozik. Itt ugye azt mondod, hogy nagyon sokan a kis és középkategóriás gépjárművek közül nem alkalmaznak semmit, mert éppen hogy meg tudták venni az adott gépjárművet. Én úgy gondolom, hogy ha veszek egy autót, ha most az autó példán maradunk, akkor az alapvető kötelező hozzájáruló költségek, még megvan a biztosítás, legalábbis a kötelező biztosítás, a teljesítményadó, ami régen volt ugye a súlyadó, télen a téli gumi, nyáron a nyári gumi, de ugyanilyen kötelező lenne a biztonságnak a megteremtése is. Ha egy jelképes hasonlattal élhetnék, tehát van nekem egy gyerekem, és akkor azt mondom neki, hogy fiam, hát mivel tél van, az nem baj, de attól még nem fogsz kapni téli cipőt, ugyan menj a nyári strandpapucsodba, ez nem így működik. Ha az emberek tudatában megtörténne ez a változás, hogy mindegy, hogy milyen értékű, évjáratú, kategóriájú autóról beszélünk, de az autó akkor van teljes értékben az én tulajdonomban, ha mindenről gondoskodtam. A megfelelő biztonságról, ami az autóban van, biztonságő kutyafüle, és arról a biztonságról, hogy a bűncselekményeket szemben lehessen védeni. Tehát én azért úgy gondolom, hogy itt az emberek gondolkodásában még akkor mindig nincs meg az a változás, hogy mondod, van már erre utaló jel, és ez nagyon jó, még ha lassan is, de van erre való változás, utaló változás, de még nagyon sok esetben azt lehet akkor ugye tapasztalni, hogy az emberek nagy része, aki károsultán válik, az pontosan nem azért válik károsultán, mert jön a tolvaj, bármikor a te autódat, az én autón, bárkinek az autóért jöhet a tolvaj, hanem elsősorban azért válik áldozattá, mert ő nem tett annak érdekében semmit, hogy az ő autója egy támadással szemben megmaradjon. Én ezt a kérdést így látom. Vagy megnyugtatja a lelki ismeretét azzal, hogy tesz valamit, csak éppen az a valami, ami olcsó és akciós, és tehát ez a valami, esetleg egy darab mechanikai védelem az autóba nem ér semmit. Ugyanakkor a lelke meg van nyugtatva, tehát ő azt mondja, hogy nekem van ebbe védelmi rendszer, tehát ezt már nem fogják ellopni, de nyugodtan tegyél szívére a kezét a nézőknek a többsége, hogy este úgy fekszik le, hogy vajon meg lesz-e holnap reggel az autóm. Nagyon sokan fekszünk le. Nagyon sokan keresnek meg bennünket, hogy megvettem az autómat, és amíg óta megvettem, remegek, éjszakánként fölkelek óránként, és kinézek az ablakon, hogy ott van-e, és attól félek, hogy mikor lesz az én autóm a következő. Relatívan nagyon sokan, ahhoz a 4 millió, durván 4 millió autó tulajdonoshoz képest szerintem ez elenyészőbb százalékokban mérhető. A nagy többség még úgy van vele, hogy ami az elmúlt 20 évben beidegződött gondolkodás, hogy ha el akarják lopni, úgyis ellopják. Én meg azt mondom, ez nem igaz. Hanem ha el akarják lopni, akkor is meg lehet gátolni az autólopást. Térjünk rá a területi elosztásra. A tapasztalatotok alapján hol történnek a legnagyobb mértékben az autólopások? Én szerintem Budapest az egyik legnagyobb hotspot, ugye? Egyértelmű. Ha százalékban lehetne mérni, akkor a 100%-hoz képest ez körülbelül hány százalékban? A Budapest olyan 75. Az nagyon magas. 75-75. Tehát azt jelenti, hogy... Az a autovadász.hu-ra érkező bejelentések alapján, tehát ahogyha én azt veszem. Tehát négy autóból három tudok. Itt Budapesten fogja tűnni minden egyes nap. Igen. Ezen belül a területi megosztás a kerületekre, nem csak kerületekre, hanem mondjuk területekre oszható el, mondjuk a Rózsadomb és a tehetősebb környék, vagy inkább a városnak másik része, ahol a szegényebb népréteg él, vagy tehetősebb rétegről a tehetősebb autót fogják elvinni, mert az is egy külön statisztika lehet, hogy ugye, ha jól tudom, akkor a Suzuki az egyik legjobban ellopott autótípus. De azt tudjuk, hogy egy kis vagy közép kategóriában mérhető statisztikát mutat. Össz statisztikában ő az első. Igen. De lehet, hogy egy prémium márkás autónál, mondjuk a Bajor márkánál, vagy a négycsillagos márkánál, vagyis négykarikás márkánál, igen, bocsánat, ott lehet, hogy más lenne az arány. Összességében ott ezek az arányok változhatnak? Jelen pillanatban ugye az autovadász.hu weboldal statisztikáiról beszélünk, ott is torony magasan vezet a kis és közép kategória. Térjünk vissza a kerületekre. Nagyon jó ez a meglátás, hogy ugye azok a kerületek, a második és a 12., ezekből a kerületekből főként a nagyobb értékű gépjárműveket viszik el. Professzionális szakemberek sajnos, de azért hívjuk őket tolvajoknak, professzionális tolvajok. Míg a harmadik kerület, 11. kerület, 13. kerületnek a lakótelepei elég nagy gócpontot jelentenek a kis és közép kategóriára. Tehát innét nagyon sok autó tűnik el lakótelepek parkolóiból, lakótelepek
vonzás körzetéből. Sajnos a tapasztalatunk az, hogy még régebben elloptak egy-egy ilyen autót, pihentették 2-3 napig, kis és középkategóriáról beszélünk, ma már nem pihentetnek, rögtön visznek bontóba. Az autót ellopják, és 3 óra múlva már alkatrészeire szedve, fő alkatrészeire szedve, valahol, valamilyen gyártelepen, valamilyen nagy családi háznak a hátsó garázsában szétszedve pihennek ezek a gépjárművek, ugyanis nem is érzik a tolvajok azt, hogy kockázatos lenne ezt a kocsit rögtön vinni, bontani. Ennyire nincsenek védelmi rendszerekkel ellátva, többek közt nyomkövetőkkel ellátva ezek az autók. Voltam a múltkor, most gondolkodom egy kicsit, voltam a múltkor egy olyan helyen, ahol kijelentette az autó tolvaj, hogy ő azt szereti igazán, hogyha minél több elektronikai rendszer van az autóba, gyári elektronikai védelmi rendszer, mert azt neki sokkal könnyebb kiütnie, és sokkal könnyebb ellopni az autót, míg a utólag beszerelt mechanikai védelmi rendszerekkel már több problémája van. Az autó tolvajoknak a többsége gyakorlatilag, ugye tudjuk, egy autónak a piaci értéke 10%-áért, durván 15%-ért megy a lopás. Melyiket ők válogatnak-e a munkából? Van-e erre utaló tapasztalatotok, hogy válogatnak-e a munkából, hogy ha ellopok egy Suzuki-t, akkor mondjuk az 2 millió, csak 200 000 kapok, abból 5-öt kell lopnom, hogy legyen 1 millió, de inkább lopok egy 7-es BMW-t, most mondtam valamit, mert azért kapásból kapok 2-3 millió forintot. Tehát ők itt válogatnak, specializálódnak-e egy megfelelő márkára, vagy egy megfelelő kategóriájú gépjárműre, vagy pedig azt mondja, hogy ha ma Suzuki-t kell vinnem, azt viszem el, de holnap Mercedes kell vinnem, azt fogom elvinni, holnap után meg Trabantot, akkor azt fogom elvinni. Ilyen mértékben ők befolyásolják-e az autólopásnak a menetét, és hogyha mondjuk az orgazda felkeresőt, akkor azt mondja, kérem szépen, én ebben nem foglalkozom, ugyanúgy a fogorvos nem tud mondjuk agyműtétet végrehajtani, vagy azt mondja, kérem szépen, meg fogom csinálni, teljesítem a kérést. Hát pénzért nyilván megcsinálnak mindent, de valóban specializálódnak az autótolvajok is tapasztalatom szerint, illetve specializálódtak régebben is, de a kis és középkategóriánál azért is lehet látni ezt a negatív tendenciát 2008 óta, mert ugye volt egy gazdasági válság. A gazdasági válság után a kisebb pénztárcájú emberek már nem szakszervizbe hordják szervizeltetni az autót. Elnézést, Kaci, most vissza fogom venni tőled a szót, mert elfogyott a műsoridőnk. Pontosan nem fogjuk folytatni a következő műsoromban. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem, vigyázzanak egymásra is, és saját magukra is, hogy ne legyen áldozat. A műsort támogatta a PTB Pajzs Kft. Önerőből lophatatlanná teszi autóját. A műsorvezetőt öltözteti a Vatis Corner, az elegáns férfi divatháza.